Pátraszék legnagyobb fejlesztése az elmúlt 5 esztendőben az ipari park és benne az agrárlogisztikai központ. A beruházástól azt várja a városvezetés, hogy élénkíteni fogja a térség gazdaságát, és további vállalkozások települnek majd meg a parkban. Az elmúlt 5 évben nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy Pátraszék egy olyan beruházást tudja megvalósítani, ami munkahelyteremtő céllal tud majd létrejönni. Nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg a mai napot, amikor is aláírtuk a kivitelezésre vonatkozó szerződést. A logisztikai központ kivitelezője szerint, amennyiben különleges akadály nem lesz, márciusra működőképes lehet az épület. Egy viszonylag egyszerű, egy tetszetős építeti megjelenésű csarnok készül, 1660 négyzetméteres hűtőcsarnok, panelos homlozati borítással, lapustetős kivitelben, és bent pedig a hűtőházaknak a tervszinti kialakítása történik. Ennek az épületen belül pedig az infrastruktúrának az elhelyezése egy-két szintes elküldett részen épül meg a csarnokon belül. Maga a teljes lett lekerítve, rendezve az ipari parkba, kiszolgáló utakkal, parkolókkal és a teljes közmű ellátással. Több éven keresztül, több verzióban gondoltuk, hogy hogyan is valósuljon ez meg. Úgy gondolom, a mostani tervek azok már ténylegesen tartalmazzák azokat a műszaki paramétereket, ami a később üzemeltetés szempontjából is megfelelő. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy tudjuk tartani azokat a határidőket, amik a szerződésben szerepelnek. Természetesen időjárási körülmények még ezek befolyásolhatják. Úgy tervezzük, hogy néhány héten belül egy ünnepélyes alapkő letétel keretében újra napirendre kerülne ez a kérdés, és hát azt szeretnénk, hogyha 2020-ban már üzembe tudna venni az a üzemeltető, akivel a város megkötötte a szerződést, és működőképesen tudná segíteni adott esetben Pátraszék gazdasági fejlődését. Ezzel a beruházással párhuzamosan egy 6 hektáros terület alapinfrastruktúrával történő ellátása is zajlik, mely várhatóan szeptember-október hónapban be is fejeződik. Ugye ez megteremti annak a lehetőségét, hogy ezen a területen több vállalkozás is, és újabb vállalkozások is meg tudják vetni a lábukat. Előkészítő folyamatok és szerződések már vannak, hiszen van olyan gazdasági társaság, aki már Pátraszékben gondolkodik, és pályázat keretében szeretne egy gyümölcsfeldolgozót megvalósítani, és több érdeklődő is van, aki úgy gondolja, hogy a terület adottságai, Pátraszék elhelyezkedése, akár közlekedési szempontból, illetve mindazok a feltételek, amit a város tud biztosítani, ez számára megfelelő lenne, és ezzel reméljük, hogy rövid időn belül be tudjuk népesíteni ezt az ipari parkot. Az agrárlogisztikai központ megépítése a területfejlesztési operatív program támogatásából jött létre. A város a Tolnamegyei önkormányzattól 550 millió forint támogatásban részesült. A kivitelezés összköltsége megközelítően 483 millió forintot emészt majd fel. Az elkészült üzleti terv alapján körülbelül 20 fő foglalkoztatását is megoldja majd a most induló projekt.